Kedves nézőink, Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági üzemében, a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságban ez évben már több alkalommal készítettünk riportot. A mai nap folyamán a kukorica és a napraforgó szántóföldi bemutatóról jelentkezünk. Bemutatom Pál László ágazatvezető agrármérnök urat a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT-től. Pál úr, kérem, ismertesse a növénytermesztési ágazatok helyzetét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit, a magam és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT nevében. Most, ahol itt vagyunk, ez a 84-es táblán, mondjuk a Pitvarosi úton, ez egy kukorica, illetve napraforgó fajta bemutató. Itt a fajtáknak a területe az 1,1 hektáros egy fajtának a területe. Úgy próbáltuk elhelyezni, illetve elvetni, hogy bejöjjenek a eredmények. Biztosabb, hogyha egy hektárról aratunk le növényt, nem az, hogy mint például kisebb növényeket aratunk be kisebb területről. Ez magabiztosabb. Maga a növényeknek a helyzete, most kezdtük el az aratást a napraforgóból, 70 hektárról 3,4 tonna per hektára termés átlagunk. Ez az egy növény, amire egész évben figyeltük, hogy nem sínylette meg ezt a tavaszi úgymond csapadékhiányt, meg ezt a nagy hőséget, ez érezte legjobban magát az összes növények közül, illetve a búza, az őszi búzának a termése még azt bizonyította, hogy nagyon megfelelően alkalmazkodott ez a késői keléshez, amikor márciusban keltek a búzák, ezen a búzán nem nagyon látszott meg a csapadékhiány átlagtermésből adódóan. A kukoricát azt, ha minden igaz, holnap fogjuk elkezdeni, a takarmánykukoricát. Az a különbség a kettő közt, a hibrid és a takarmánykukorica között, hogy még ugye a hibrid kukoricát öntözik intenzíven, annak elég jó az átlag termése, azt most jelen pillanatban szakmai és fajta tulajdonos szempontjából nem mondhatom el az átlag termését. A csövest annyit el tudok árulni, hogy 8 tonna körüli a csöves a hibrid kukoricába, a commerce kukoricába viszont sajnos kerültek olyan növények, ami kukorica után kukoricák lettek vetve, és sajnos ott a kukorica után vetett kukoricák, a kukoricabogár és sajnos a moly kártétel az látszik. Tehát ott az átlagtermés inkább 4 és 5 tonnára degradálom, vagy teszem. Az összes többi esetében, ami nem kukorica előveteményű takarmány kukorica, ott akár 8 tonna is lehet az átlagtermés. Mennyi csapadék volt az idén? A csapadéknak a mennyisége tavaly szeptembertől idáig összehasonlítottam, és 443 mm volt szeptembertől egészen most augusztus végéig, tehát tavaly szeptembertől. Na most a utolsó 3 éves csapadék átlaghoz hasonlítva csak 100 mm a hiány. A 30 mm csapadék, éves 30 éves csapadék átlaghoz viszonyítva 134, és a 50 éves csapadék átlaghoz viszonyítva pedig 148 mm. Tehát ha együtt a háromat átlagolom, akkor is ki lehet mondani azt, hogy ez az év járat sokkal aszályosabb, mint az előző 2016-osnak a évjárata. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb hőszeg, tehát a hőmérsékleti, tehát az forró és a nyári napok kivétele a forró és a hőség napok számát összeadva 2015 vezet egyébként, tehát ott 26 volt, most idén 21 darab. Tehát úgy van a sorrend, hogy 2015-ös aszályosabb volt, illetve sokkal forróbb volt, mint a mostani év. A kettő közötti lévő 2016-os év pedig sokkal csapadékosabb, és sokkal hűvösebb volt, mint az előző mostani év, illetve a 2015-ös év. Bemutatom dr. Sárvári Mihály egyetemi tanárt a Debreceni Egyetemről. Ön előadást tartott a termesztési tényezők hatása a kukorica termésére és termésbiztonsága címmel. Elmondaná előadásának lényegét nézőinknek is? Üdvözlöm a Kurca televízió nézőit. Az előadásom lényegét elmondhatom röviden, ami nyilván Debreceni Egyetemen kukoricatermesztéssel kapcsolatos az összes kutatási tevékenységem. Hát nyilván itt a legfontosabb dolog a kukorica termesztés technológiájának
fejlesztése. Elég sok probléma van, főleg a klímaváltozás miatt. Ugye tudjuk, hogy csökken a csapadék mennyisége, nő az átlag hőmérséklet Magyarországon is, és a világon is. Ezért még inkább kellene nekünk az agrotechnikai tényezőkkel a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mérsékelni. Ezek közé tartozhatna például egy sokkal kedvezőbb vetésváltás. Tudjuk, hogy a növények vízigénye 400 és 800 mm között van, de a legkisebb ugye a borsó, a kalászosoké, és a legnagyobb a gyökgumósoké és a lucerna van a másik végén. Tehát emiatt is váltani kell a növényeket, de sajnos csökken a termesztett növényfajok száma diverzitása, ami akadályozza egy sokkal kedvezőbb vetésszerkezet kialakítását, egy kedvezőbb elővetemény megválasztását. Elég sok gond van a tápanyaggazdálkodásunkban, meglehetősen, nem csak a mennyisége, hogy 110 kg per hektár hatóanyagot használunk fel, nagyon kedvezőtlen a nitrogén, foszfor és kálium aránya, több mint 70%-ban ez a kis adag nitrogén. Ami tudjuk, hogy egyéves hatású, elhanyagoljuk a foszfor és a kálium visszapótlást, ami hosszú távon a talajok termékenységét is csökkentheti, meg hát egyáltalán, hogyha nem harmonikus a tápanyag visszapótlásunk, akkor megjelennek a hiány betegség tünetei, ami nagy terméscsökkenéssel jár. Tehát fejleszteni kellene a tápanyag gazdálkodásunkat. Ismert az a gondolat is, hogy a harmonikus tápanyag ellátás elősegíti a kukoricának is a jobb vízhasznosító képességét, tudja biztosítani, bizonyos mértékig növelni. Technológiai fejlesztésünk fontos része a vetésidő. Változik a klíma, változtatni kell, és változik magától is az optimális vetésidő és annak intervalluma, főleg a szájos évjáratokban. Egy korábbi vetésidővel, ami az intervallumon belül van, április eleje, egymás, főleg a szájos évjáratokban egy másfél tonnás termésnövekedést érünk el, és a korábbi vetésidővel akár 5-10%-kal is tudjuk csökkenteni a betakarításkori szemlevességet, ami nagy hatékonyság javulást jelent. A következő agrotechnikai tényező, amit széles körbe vizsgálunk, folyamatosan teszteljük, a tőszám sűrítetőség. Itt is van egy intervallum, amit hibridenként ismerni kell, mert minden hibridnek más és más az optimális tőszáma. És ezen az intervallumon belül, ha nem tudok öntözni, az alsó értéket használjam, mert egy vízhiány esetén nagy termésdepresszió léphet fel. Hát ez hibridektől függően egyébként 65-85 ezer között van az optimális tőszám, tehát ez a termőhelytől, évjárat hatástól, vízzel, tápanyag és vízellátottságtól, nagyon sok tényezőtől függ. Ezeknek optimumba kell lenni, mert a klímaváltozással egyre szorosabb, egyre nagyobb az agrotechnikai tényezők közötti interakciók is. A termesztési tényezőknek a másik nagy köre a biológiai alapok. Ebben a vonatkozásban kedvező helyzetben vagyunk, sőt, túlzott is a hibrid ellátás, de az fontos, hogy a ökológiai adottságoknak és a ráfordítás színvonalának megfelelő hibridet válaszunk. Hiszen Magyarország kontinentális éghajlatán a hosszabb tenyész idejű hibridek termesztése kockázatos, mert hogyha elfogy a víz, bár azoknak nagyobb a termőképessége, de nagy lehet a termésdepresszió. Tehát nekünk az agrotechnikai tényezőket kell fejleszteni, ezt csinálom a Debreceni Egyetemen 3 évtizede, és folyamatosan vannak 2 számjegyű a már végzett PhD-seim, jelenleg is van 4 PhD-sem a kukorica termesztés technológiájának a fejlesztéséből. Az egyik legfontosabb kérdést kihagytam, legfontosabb kérdés lenne a klímaváltozással kapcsolatban az öntözés fejlesztése. Sajnos a szántóterületnek csak 2%-át öntözzük,
ez a legjobb esetben 100 ezer hektár, amit a jövő más országokba, Spanyolországba, Portugáliába, Görögországba, Olaszországba a szántóterület 40%-át is öntözik. Tehát ebbe a kérdésben nekünk minél hamarabb lépnünk kell, hogy ne maradjunk le a világ élvonalától, terüns átlagot illetően. Köszönöm a beszélgetést. Bemutatkozna, kérem. Jó napot kívánok, én Bódis Zoltán vagyok, a Limagrán Central Europe magyarországi fióktelepének kelet-magyarországi értékesítési vezetője. Mondaná pár szót a cégükről? Természetesen, cégünk egy francia vetőmag nemesítő és forgalmazással foglalkozó vállalat. A világon a pozíciónkat tekintve negyedik helyen vagyunk, Magyarországon is piaci pozíciónk körülbelül ezzel megegyező. Alapvetően Magyarországon szántóföldi növényfajokkal foglalkozunk, elsősorban kukoricával, napraforgóval, őszi káposztarepcivel, illetve kalászosokkal. Beszélne a mezőhegyesi kapcsolatukról? Igen, a Ménes birtokkal most már évtizedes kapcsolatra tekint vissza a két viszonyunk. Lényegében elsősorban vetőmag, kukoricavetőmag előállítás történik mezőhegyesen, emellett természetesen a konvencionális árutermelés kapcsán is dolgozunk együtt. Ez a kapcsolat most már több is kicsit, mint vetőmag előállítás, hiszen gyakorlatilag mezőhegyesen van egy komoly vetőmag beruházásunk, amely jelenleg is folyamatban van, illetve hát ennek bővítése, fejlesztése az elkövetkezendő években még inkább komolyabb szintre fog lépni, és az előállító területek is mezőhegyesen egyre inkább növekednek. Beszélne a mostani bemutatójukról? Jelenleg kukorica bemutatóban vagyunk itt mezőhegyesen érdekeltek. Az 5 leginkább piacképes és piacon leginkább elterjedt hibridünk van itt jelen a bemutatón, de egyébként nagy örömünkre szolgál, hogy a Ménes birtok mostantól, ettől az évtől folyamatosan szervezi a különböző növényfajokban a bemutatókat. Így általában kalászosban is már itt voltunk, illetve hát majd későbbiekben más növényfajokban is szeretnénk szerepelni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Kérem, mutatkozzon be. Dezső Tibor vagyok, a Limagrén területi képviselője Csongrád és Békés megyében. Bemutatna a fajtákat, kérem. Igen, a mögöttem látható 5 fajtánk, hibridünk szerepel a portfólióba. Az első hibridünk a 30.315-ös. Ez a hibrid sokaknak ismert, a 33.30-as hibridünknél nagyobb termőképességgel és gyorsabb vízleadással rendelkezik. Egy modernebb hibridről van szó. Ezt a hibridet azoknak ajánljuk, akik a korai betakarítást részesítik előnyben. Megérkeztünk egy másik fajtához. Kérem, mutassa be ezt is. Következő hibridünk a 30.369-es fajtánk, más néven Limanova, ez egy 370-es faójú kukorica. A Limagrén portfóliójából Magyarországon az elmúlt években a legtöbbet értékesített hibridünk. Erről a hibridről tudni kell, hogy egy középmagas szárú hibrid, kezdeti fejlődése jó, közepes méretű csövei kiegyenlítettek, termékenyülésben kiváló. Jó a vízleadása, és betegség ellenállósága is jó. Hova tudja ajánlani ezt a kukoricát? Ezt a kukoricát bármely adottságú területre nyugodt szívvel tudom ajánlani, gyengébb talajviszonyokhoz és jobb talajviszonyokhoz méltóan. Megérkeztünk az LG 30.389-es hibridhez. Erről mit kell tudnunk? A 30.389-es hibridünk egy 390-es faújú hibrid. Az éréscsoport végén helyezkedik el. Egy nagy termőképességű hibrid, melynek kezdeti fejlődése kiváló. Hosszú csövei vannak, melyeken 16-18 szemsor található, csőegészsége kiváló, vízleadása gyors. Mely területekre ajánlana? Ezt a hibridet a jó termőhelyi adottságokkal rendelkező területekre ajánlom. Megérkeztünk az LG 30.430-as hibridünkhöz. Jellemezné, kérem.
Ez a hibridünk egy középérésű hibrid, nagy termőképességgel rendelkezik, vastag szárral és gyökérzettel, csövei vastagok, zömökek, betegség ellenállósága jó. Mit kell tudnunk az LG 30.500-as hibridről? Az LG 30.500-as hibridünk egy középérésű hibrid, annak is a végén helyezkedik el, egy 490-es faóval rendelkező nagy termőképességű hibrid, mely magas növésű, zöld száron érő hibrid, csövei hosszúkások, vastagok, és a csöveken a szemek mélyen hosszúkások és mélyen ülnek. Betegség ellenállósága jó, és vízladása pedig dinamikus. Miért tudja ajánlani fajtáikat a termelőknek? A Limagreen kukorica hibridek egy nagyon jó genetikával rendelkező hibridek, nagy termőképességgel és kiváló stressztűrő képességgel rendelkező bőtermő hibridek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte tetszésüket. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!